katedrális alatti hely, ahova megpróbáltunk lemenni az előző résznek az elején. Oda lement ő is, Jack, és valami megtámadta őket. Jack hátra maradt, hogy Eva el tudjon menekülni, és Eva hozzánk fordult segítséget, hogy nem vagyunk kifejezetten jó bond, de ja, nincs választása. Jacknek és Evának a feladata az, hogy figyeljék az örökösöket, és hogyha elkezdenek tombolni, akkor megállítsák őket. Hát ők se rossz fiúk, ja, és ők is örökösök, Jack is és Eva is örökös. És Evának van egy ilyen különleges ereje, hogy az éneke képes megállítani a tombolást. Jöjj, Yakumónak a sztoriárkia. A következő örökös Mido lesz, aki egyébként már felbukkant egyszer-kétszer egy-egy flashbackben. Erről majd valamikor máskor beszélek. Ó, jó! Réda, ő volt az, aki Aurórát őrizte. Aha, tehát Léda is eltűnt ugyanúgy, mint ahogy a másik nő Nikolánál, és egy vesztizset hagyott maga után. És mivel ugyanúgy néz ki, mint Io, és maga után hagyott egy vesztizset, ezért célszerű lenne Ióval átnézni azt a vesztizset, hogy az mi is. Wow! Olyan más ez a vesztis, mint az eddigiek. Tehát minden egyes örökösnek az oldalán van egy ilyen fehérhajú őrző, aki nagyon hasonlít Cruzra. És a mi őrzőnk Io amúgy. Úgy tűnik, Léda mindenkit lemészárolt, aki arrafele járt. Egy kicsit olyan Yandere vibe-okat érzek Lédából. Io egy picit más, mint a többi őrző. Neki van önálló akarata. Innentől kezdve Io is lehet a társunk. De a következő árkra még nem Iót fogom magammal hozni, hanem a best boyt, Yakumót, ki mást? És most már Iót is hozhatjuk magunkkal. Jaj, de jó lesz majd belenyomni, de egyelőre Yakumó. Akkor irány a katedrális. Gated Room, ott már ugye jártunk az előző részbe. Előző részben? Azt hiszem az előző részben. Kinyitottunk már egy ajtót, viszont lementünk a lifttel, és ott volt valami lelakatolt helyiség, ahova nem tudtunk bemenni. Yakumo már nyomja a Midós beszólásait. Yakumo árva volt, és a haverjaival együtt nevelkedtek egy árvaházban, és a főfő nevelőjük Mido volt, aki elkezdett rajtuk konkrétan emberi kísérleteket végezni, szóval nem egy kifejezetten jó ember Mido. Ez az ő őrzői helye. Na, még ma átengedsz ma? Tudom, hogy a Fraps az megeszi az összes ramot is, meg még egy picit, de akkor is. Létszi, engedj el. Köszönöm szépen. Aha, és most már nyitva van itt az ajtó, kinyitotta nekünk Jack. Vagy Missile. Lehet lassaskán Blood Code-ot kéne váltanunk. Jaj, de rossz, merre menjek? Akkor valószínűleg erre kell tovább jönnünk, hogyha itt adta be a cinematikat. Akkor még egyben van Jack. Mido annak ellenére, hogy örökös volt, el tudta hagyni az őrzői helyét, és megtámadta őket. Tehát Midót nem fogjuk itt találni ezek szerint. És Mido lenyúlta az Evában lévő erekéket. Ez eléggé rossz hír. Mik ezek a hangok? Inkább az a kérdésem, hogy ha itt balra megyek, akkor mi lesz a különbség? Pillanat, még csak most kelek föl megint, mert ez már szokásomá vált, hogy reggel játszok Code Vein-t mindig kivétel nélkül. Egy Vestige, Artemis Vestige. Oh, jaj, láttam, hogy ott áll, de azt hittem még nem egrozott be. Ó, itt van benne egy Vestige. Itt minden tele lesz Lostokka? Jaj, ne, megint a méltó ellenfeleim megjöttek. Már két hitelem a slime-okat, jaj, de örülök neki! Igen, megmutattam a képességeimet, meg tudok ölni 3 slime-ot! Sokat fejlődtem legutóbb... Jaj! Sokat fejlődtem a legutóbbi találkozásunk óta, ugye, Yakumo? Mindig halálra rémlek, mikor rámugrik egy. Bám, 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 bám. Per pillanat még nem tudom, hogy mit akarok kezdeni magammal, szóval egyre csak derítem fel a dolgokat. Amíg mozgok, addig történik valami. Bám, 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 bám. Nyugi, lootolok. Kicsit állj meg? Jó, oké. Okay. Bám, bám. Dodge. Ó, itt is van még egy boly. Bám, 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 bám. Itt egy vestige. Aztán majd felderítjük az egész létező mappot. Te miért kapaszkodsz itt? Oha! Miért csak azok egroztak be? Bám, bám. Ez... Azt hiszem ez egy csapda volt. Áó. Ez a kis csapda, ez meglepet, erre nem számítottam. Jó, és itt a missziedünk. Carmilla. Ez Coco-nak a hangja volt. Survivor Vestige B. Ó, itt még van loot. Bám, 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 bám. Látom, hogy tudunk itt sok fele menni, Yakumo, de per pillanat még nem bírok kiigazodni a mappon, hogy hogyan fogok eljutni A pontból B pontba. Várj csak, itt erre is lehet menni. Há, egyértelmű. Elvileg végignéztük az összes részt. Ír egy balkanyart. Fölfele. Aztán lehet, hogy erre szimplán nem jöttem még végig, mert egyből felszaladtam. Aha, akkor lehet erre kell tovább jönni. Könnyen meg lehet. Slime-ok nincsenek a plafonon.
dobó. Jó, nem látom. Ó, viszont itt jó sok boly van. Fentről nem uglik. Uglik, igen, ugrik senki. Azt hiszem ma nehéz boss fightunk lesz. Egyrészt azért, mert még alszanak a kezeim nagyon, meg az ujjaim. Jaj! De utálom a slime-okat. Jaj! És értitek? Rendesen egy sima mob mellett van három másik slime a plafonon. Bá. Nem nyelvezel meg. A végső bosszok még mindig a slime-ok, úgy tűnik. Ó, halló? Az... Lassacskán talán kéne találnunk egy missilt. Ó, itt egy missilt. Ha! Emlegetett szamár. Itt voltunk az előbb, ez volt a kis... Oké? Okay. Ez tök véletlen, nagyon menő ledodzsolta. Gyere ide, mindjárt lő az a szemét mögött. Igen. Ú, a hatodik érzékem. A hatodik érzékem jelzett nekem, hogy lőni fog ez a rohadék. balra, jobbra. Ha erre kell jönni. Ez nagyon nagy hely. Oké, okay, akkor jobbra megyek első körben. Lett egy regen extension factorünk legalább. Kelleni fog az extra heal. Ami itt vár minket, ahhoz kelleni fog. Még egy vestige. Oh, halló. Mi? Ez mi? Ez... Hát miért csinál? Egészen eddig egyetlen egy ilyenfajta loss sem rohant rám ilyen... bajósan. Ó, itt van egy láda. Valaki... Tuti valakit kapaszkodik. Olyan... Vagy egy loss invade. De nem, ezt nagyon nem akartam most. Bám, dodge. Jó, már spanolnak is a következők. Legalább van egy nagyobb területünk, úgyhogy én amondó vagyok, hogy inkább ide kéne csalni őket. Jaj! Ez Jakmo mit tép? Még mindig nem bírom feldolgozni ezt a sebzést. Oha! Dodge! Annyi loot van mindenütt! Véget ért már a Lost Invade? Vagy csak most jön a fekete leve. Ja, most jön a fekete leve! Mikor spanolt le? Egészen eddig nem is láttam, hogy jön felém senki az ég adta világon. Jó, oké, ő volt a fő boss. Na, ez egész easy volt. Erre jöttem ugye az előbb. Tehát, hogy erre balra tovább lehet jönni, ott vár is minket egy vestige. Oh, halló! Bám. Nem tudom, hogy meg akarok-e küzdeni, majd kéne a vestige-e. Határozottan kell a vestige-e. Hogy ő tud ilyet? Miért rugdal? Jaj, ne, nem kéne leesni. Oké, ő leeshet, azon nincs semmi problémám. Ehhez még nincsen kulcsunk. Dogtek kell hozzá. Szerintem én rögtön reszetelek is egyet, ha már egyszer missziót találtunk, mert megint van nálam 104 000 héz. Még jó, hogy nem nézem, hogy mennyi héz van nálam, mert azt hiszem elkezdenék izgulni miatta. Olyan nincs, hogy nem vár minket senki egy fal mögött. Ó, persze! És három ráadásul! És itt van még egy láda. Black Blood Liberator. Ez egyébként tök jól hangzik. Survivor. Kármida. Ez egyértelmű, hogy boss fight. Sziasztok! Áó! De hogy ez egyfolytában így beegrózik és elkezd rohanni felém. Ez annyira creepy, ahogy szalad. Halló! Survivor Vestige C. Azt hiszem kifulloztuk a mappot. Ashen Cavern 100%. Oké. Szerintem én megyek és boss fightolok. Annyira nyilvánvaló, hogy ez egy boss fight amúgy. Ennél nyilvánvalóbb nem is lehetne, fizikailag lehetetlen. És amúgy az a legrosszabb az egészben, hogy ez a boss az egyik legnehezebb a játékban. Semmi cinematik, csak fogja és nekünk esik, mint az állat. Bám. Jó, elfogyott a stamina! Bám. Bam. Gyorsan egy Shadow Assault, egy kis bónusz damért. Aztán most gyűjtjük a staminát és imádkozunk. Nagyon beledodzsolt az arcomba! Jaj! De megijedtem! Jaj! Oké, azt hiszem beindult. Jó, az már a második fázis kell, hogy legyen. Oké, nem szabad ütni ezek szerint. Hogy szalad rám, te Jézus úristen! Oké, gyorsan! Bam. Heal, bam, dodge, bam, dodge, heal, bam, azt hiszem most kell futni, hogyha ezt elnyomja, most ultra ösztönmódba kapcsolt. Az a poén, van egy kicsi, egy icike-picike delay a skilljein, meghaltam. Van egy icike-picike delay a skilljein, és nem dodge-olhatod egyből, mert mindig belép, rádi ezt, és utána a következő...
egy szegben fog csak támadni, nem pedig egyből. Ez amikor átkapcsol a Sicko módba, amikor megőrül, és ő azt mondja, hogy innentől kezdve levegőt sem fog hagyni venni, na az, az a durva rész. Ne üss meg, léci! Mondom, ne üss meg! Szépen kértem! Jó, annyira nem. Kéne buffolnom egyet. Buff! Egy ütés, két ütés. Bam! Egy ütés, két ütés. Oh! Oké, azt hiszem most kezdődik a Sicko mód. Én szerintem egy kicsit hátrébb vonulok, és ja, igen, ezt nem akarom bekapni, ezt a skillt. Meg az sem. Igazából egyiket sem, mert mindegyik egy hittel. Bam. Egy és kettő. Három. Bam. Egy és kettő és három. Oké, pillanat, híd elődök. Nem esik rám, ugye? Jó, nem esik rám. Kettő. Bam. Mi? Ez a... Az egyik pillanatban még itt áll előttem, a másik pillanatban a Yakumon, harmadik pillanatban pedig már levánsatol engem megint. Ez egy intenzív boss fight, de várjunk csak, ebből meg tudom ölni? De jó lenne, ha ebben meghalnál! Easy! Ez az egyik legnehezebb boss fight volt a játékban amúgy. Ennyivel jobb vagyok, mint mikor először játszottam ki a játékot, vagy pedig ebben a patchben gyengébb a boss? Én nem tudom. Ó, itt találtunk egy vestige-et. Ó, ez vajon kinek a vestige lesz? Miguel? Ez Miguelnek lesz a vestige? Ha, tehát Mido egyfajta szociopata. Oké. Az árvaháznak a tagjain emberi kísérleteket végzett, annak érdekében, hogy az evolúció következő lépcsőfokára juttassa őket, tehát ő egy ilyen mondhatni őrült tudós karakter. Aha, igen, tudós volt, és azok között is a zseni kategóriába esett bele. És amikor eljött az apokalipszisnek az ideje, akkor eladta az árvaház tagjait gyakorlatilag rabszolgának, hogy katonaként szolgálják a világot. Jó, ez most elég nagy Yakumonról szól. Dark Knight, Miguel Garcia. Az név. Van egy új blood kódunk, megyünk haza, mert ez a map 100%-osan kész van, ha minden igaz, úgyhogy teleport, homebase, és ideje sírni ismét, jaj de jó, meglett a boss, most mehetünk megint a sarokba depressziózni, mert találtunk egy nagy rakás vestige-et. Ja és tényleg Davisnek kéne csinálni a deptes questeket, már megígértem neki, sok-sok részre ezelőtt, hogy egyszer majd megcsinálom. Na minden, most gyorsan letudom a vestige-eket, micsoda jó blood kódját is elfogadhatjuk. Jó, akkor most már van egy EOS blood kódunk is. Jó, nagyon utility amúgy. Nagyon hasznos dolgok vannak Ionnak a skillsetjében. Restore Vestige, és van Dark Seeker, Artemis 2, Eos 2, Eos 3 az még nincs. Viszont van Survivor 2, meg Survivor 3. One eternity later. Miért kell minden egyes történetnek ilyen szomorúnak lennie? Nem értem. Majd oké, jó, imádom ezeket a sztorikat, de mindegyik egy picit megvisel. Jó, meg közben fogta és lefeküdt aludni. Kajak! Azért olyan jók ezek a vestige-ek amúgy, mert egy csomó minisztorit megtudunk, és egy csomó karakternek a múltjára rájövünk, amiről még ők sem tudnak. Mert hogyha egy vestige-et találunk, az azt jelenti, hogy elvesztették ezeket az emlékeket, ők sem emlékeznek már rájuk. Jó, oké, vestige-ek megvoltak. Ó, odaadja nekünk a blood kódját. Tényleg Miájét is el kéne kérni. Coco mindig játssza a tsunderét, mindig, hogy ne szállj el magadtól, csak azért csinálom ám, hogy visszagyere és vegyél még tőlem dolgokat. Imádom, hogy Coco nem mondja ki azt, amit gondol. Az emberkével még... Jé, hozott nekünk ajándékot, de aranyos. Aged Brandy, Faded Comics. Comics! Rui, hol vagy? Itt a Rui. Akkor adunk neki mangát. Hol van a Faded Comic? Itt a Faded Comic. Van még nálam valami, amit tudnék Rui-nak adni? Mert eddig ugye 10 darab trading pontunk van vele, és 50 kéne a fegyveréhez. Ami nagyon kéne. Lehet utána kéne néznem, hogy melyik ad Rui-nak nagyon sok trading pontot, hogyha azt adom neki. Gyere ide, Mia! Ja, kéne neki is a vére. Jó, megvan Miának is a blood kódja. Most, hogy minden vestige-ét megtaláltuk már az Artemisnek. Na de akkor, Davis, gyere ide!